Sziasztok mindenki! Szia! Nekem sajnos tükrös vagyok, és ebből kifolyólag kialakult a szememen zöld hályag. Tudjátok az, hogy mi az? Ha nem vigyázunk, akkor meg is lehet kapolni. A lényeg az, hogy szemcseppem van, reggelenként csöppöm, de a spirulina hozta nekem helyre. Illetve szinten tudom tartani a spirulinát. A szemnyomás visszament 12-14-re tőle. Nem egyik napról a másikra, hanem idő kellett hozzá több óra. A másik meg... Spirulina. Spirulina, igen. Mennyi, mennyi? Mennyi spirulinát? Ja, én a harcimet rendesen veszem reggel, négyet este kettőt. Én böcsülettel veszem. A másik pedig ér problémám is lettek. Sajnos csinálok a katéterezést, és komoly gondok vannak belőle, de azt mondta a doktor, hogyha odafigyelik magam, akkor nem lesz probléma. Tündikék elküldték a zárójelentést, meg vagy a papírjaimat a Jane-hez. Ő felírta az adatokat, mint hogyan szedjek. És mert azt mondta nekem a doktor, hogy itt sem műtét nem lett, hogyha szívműtét lenne, akkor csak rendes szívcsere lehetne, beépítés, vagy háló, vagy ilyesmi nem. Vagy hát akkor semmi vagy annyi viszontlátásra szokták mondani. A lényeg az, hogy én nagyon-nagyon betartom a termékeket, rengeteg terméket szerek, de szinten is tudom tartani, és rengeteg fizikai munkát is végzek, pedig nem lenne szabad hajolni, emelni, illetve arra kellene figyelni. Szerem a kordiszepszet borba, mert érigyított is szerem, és borba. Szerem a spirulinát, aztán szerem az oroszlán sörényt, a G-et, az RG-t, és iszom a kávét, illetve a lemosztíti átsokat. De köszönöm szépen, jó vagyok. Örülünk neki. Cukrom nem inekcióval, hanem gyógyszerrel tudom meg a termékekkel. Úgyhogy ennyi. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én örülök, hogy ismerem a bombát, és mindenkinek tudom. Csodálatos termékek.